Több mint 10 hajdúböszörményi, a Fazekas Gábor idősek otthonában dolgozó szakember is részt vett azon a film bemutatón, amelyet március 5-én tartottak a Győri Városházán. A programot a demenciához kapcsolódó interprofesszionális szolgáltatások adaptációja, tudásbővítés és érzékenyítés helyi közösségeken keresztül című projekt keretében szervezték meg. A programon összesen 5 kisfilmet mutattak be Gál Ildikó rendezésében Koltai Róbert színművésszel. Mind az 5 alkotás a demencia jelenségét hozza közelebb a mai kor emberéhez. Ezt együtt kezdtük el, egy olyan előadás után, amit az Alzheimer kör is, az Országos Alzheimer Café hálózat szervezett, és egyszer nekik eljátszottuk a Batang felé című darabunkat, szintén az Ildi rendezésében. Ez egy kétszereplős darab, és hát be kell vallanom, ott is eljátszottam a demenciára hajlót, aki aztán szép lassan a darab, a másfél órás darab végére teljesen elborul, és addigra azt hiszi, hogy ő aki ki nem tette a lábát a berlini lakásából, és egyedül él, neki az játszódik le a fejébe, hogy ő óriási tengerész volt, és Batang Indonézián túl hajózott, de ő ezt elhiszi. És aztán szépen, és mindig Batangra vágyik. És ezt látták az egervári főorvosasszonyék, és attól kezdve jött nekik az ötlet, hogy esetleg velünk kellene megcsináltatni a kisfilmeket. Igen, és aztán a kisfilmekből meg lett egy, én szerintem mi ezt külön-külön kis filmet csináltunk, azért is volt benne így az sok szünet, de azóta már beneveztük, és el is fogadták a nevezést több filmfesztiválra, nemzetközire is, egybe. Hiszen így is csak 9 perc 50 másodperc. Tehát egy klasszikusan rövid film, és szeretnénk, hogyha körbe menne az országon, és esetleg külföldön is. Az elkészült 5 rövidfilm a társadalom figyelmét szeretné ráirányítani a demenciával élő idősek és hozzátartozóik mindennapjaira. Az alkotásokon keresztül megismerhetők a demencia tipikus tünetei és az a személyiség változás, amely a hozzátartozók számára a legnagyobb kihívást jelenti. Nagyon örülök, hogy 11 kollégámmal hajdúböszörményből eljöhettünk ide, a másik kampányvárosba. Nagyon fontosnak tartom, hogy ismét egy terméke született az Inda projektnek, mégpedig ezek a rövid filmek, amelyek arra szolgálnak, hogy a társadalom tagjait tájékoztassa, érzékenyítse a betegség tekintetében. Azt tapasztaljuk, hogy egyre nagyobb létszámban fordul elő a társadalomban a demencia, mint megbetegedés, és keveset tudnak az emberek erről a témáról. És ahogy láthattuk is ma ezt az 5 rövid kisfilmet, én úgy gondolom, hogy ennek helye van úgy az országos televíziókban, mint a helyi médiákban, és különböző rendezvényeinken is. És én szeretném tájékoztatni a kedves nézőket arról, hogy a közeljövőben még lesznek az Inda projektnek hajdúböszörményben is rendezvényei, ahol megtekinthetőek lesznek majd ezek a filmek. Továbbá engedjék meg, hogy még azt is elmondjam, hogy az interneten is hamarosan elérhető lesz, hiszen a projektnek van egy honlapja, a www.demencia.hu honlap, és már vannak fent ott termékeink, amelyek nagyon sok értékes információt tudnak adni azoknak a személyeknek, akik valamilyen formában érintettek ezzel a betegséggel, és hamarosan a kisfilmek is megnézhetőek lesznek. A rendezvény és a projekt Európai Uniós támogatásból valósult meg. Interprofesszionális demencia alapprogram. További hasznos információk a demencia.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.